Igen, adminisztratív okok miatt nem tudtunk elindulni, a sportrendszámunk nem lett kész, és a sportrendszámnak a papírozása volt a problémáink, és sima útvonal engedélyt kértünk, a rendező megígérte, hogy el fognak minket engedni a versenyben, de sajnos nem sikerült. Itt vagyunk a Lubenik Rallyn, újabb szlovák verseny, mit vársz ettől a versenytől? Hát mindenképpen jó ízűt szeretnénk autózni, tavaly Pécs óta nem ültünk a kocsiba, nem mentünk vele, szeretnénk tényleg így szórakozni születtünk ki most ide erre a versenyre, semmi komoly elvárás nincs itt a kategóriában, a kategóriában felek sokkal erősebbek, mint mi. Ez a kocsi, ez nem ebben a kategóriában való, tényleg csak itt a saját magunk szórakozása és a nézők szórakoztatására megyünk. Lehet valami fejlesztés az autó? Nem, igazából ugyanúgy van, mint ahogy volt. Akkor nézőknek autózás és keresztbe kocsizás lesz a cél? Igen, mindenképp a saját nézők és a saját szórakoztatásunkra jöttünk. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, pályák szenzációsok voltak, pörgős jó verseny volt. Igazából ez egy ilyen önbizalomnevelő versenynek szántuk a sok kiesés után, meg elég rég is mentünk már versenyen, hogy egy jó kis felkészítésű verseny volt. Autó hogy muzsikált? Teljesen rendben volt minden. Mi lesz a következő megmérettetés? Hát Kassán szeretnénk menni, lehet, hogy még Baranya kupára is lemegyünk, majd meglátjuk itt historikba. Rémizgetjük az ellenfeleket egy kicsit.